amikor egy olyan albérletben laktam, ahol semmi bútor, televízió, magnó se volt szinte, viszont a könyvespolc tele volt könyvekkel. Nagy unalmamban elkezdtem olvasgatni ezeket a könyveket, és a végén megragadtam a hasznos holmiknál. És nagyon megfogott engem ez a könyv, ki is olvastam 2 nap alatt. Egy korosodó férfi ember beköltözik egy kisvárosban, és ott megpróbálja a város lakosait egymásnak összeúszítani egymással. Mindenkinek adott valamit, ami éppen kellett neki, de cserébe elvárt olyan dolgokat, hogy egymással összeúrassza az embereket. Egy alulságot, butaságot, ostobaságot, irigységet írta le a könyvben. Ördög Tibor beszélt Stephen King Hasznos Holmik című regényéről. Önnek melyik a kedvence? Nevezze a legjobb 100 közé. Ha bizonytalan, keresse fel könyvtárosát vagy irodalomtanárát.